és azt gondolom, hogy sokan vagyunk ebben úgy, hogy azt gondoljuk az életünkről, hogy a Jóisten nagyon sok felé, jó irányba, rossz felé vezetheti az utunkat, és ebben hasonló a gondolkodásunk, úgy érzem, Misivel is, Misi édesapjával is, és úgy látom, hogy a szövevényes életutunkon is nagyon sokszor kereszteztük már egymás útjait, útszakaszait, természetesen jó értelemben, és azt gondolom, hogy már sokat hallhatták tőlem bizonyára sajtótájékoztatókon, hogy kiejtettem Pécs városának a nevét, ugye, mint a Filharmónia Magyarország központjáit, de azt gondolom, hogy ez most ebben az esetben még inkább megengedett, ez a kis szubjektivitás, ugyanis ugye Boros Misiről is talán nem mindannyian tudják, hogy pécsi, Pécs szülötte, és mint olyan tényleg teljesen véletlenül már egész apró korától ismerjük egymást, akár a középső harmadik leányomnak a Zovis társa volt, és ő volt az egyetlen fiú vendége a zsúrján, érdekes módon akkoriban még a lányok csak lányokat hívnak egy zsúrra, és nem sokkal később, 2011-ben, amikor még nem tudom, hogy Marian már megálmodta-e, hogy lesz virtuózok verseny és műsor, akkor már Misi a Filharmónia Zeneszüret Fesztiválján Pécsett a Színház téren zongorázott, és már akkor is ilyen nagy sikerrel, mint most. Visszagondolok, a közel hozzuk a zenét szlogenünk jegyébe, hogy kitettük a térre a hangszert, és a legnagyobb tömegek akkor álltak meg, amikor Misi, ez az aprócska fiú fantasztikus játékával ámulatra késztette a közönséget, és hát aztán később találkoztunk ugye a virtuózok döntőjében is, ahova nagy örömünkre Maria mindig meghívott bennünket, és nagyszerű volt őt ott viszont látni, és tényleg nagy öröm volt számomra is, hogy egy ilyen kis pécsi művész palánta lett a virtuózoknak, azt gondolom a legnépszerűbb művésze mind a mai napig, és nagy öröm számunkra, hogy elvihetjük őt sok helyszínre, és innen datálódik a virtuózokkal való együttműködésünk is. Már az első sorozat után turnét szerveztünk az ott szerepelt, jól szerepelt gyermekeknek, és azóta is minden évben megtaláljuk az együttműködés formáit. Most 2020-ban így ünnepeljük majd a valamikor bekövetkező 17. születésnapját Misinek, hogy 17 helyszínen játszik ebben a turné során, 17 városban. A tehetséggondozás a Filharmónia életében, mint az bizonyára mindannyian tudják, mindig fontos volt, mindig fontos lesz, nem csak a szemináriumaink, amiket nyáron tartunk, hanem vannak ösztöndíjaink is, aminek reméljük majd hamarosan mondhatjuk Misiről, hogy Fischer Ani ösztöndíjas lesz, amit ugye szintén nagy gonddal kezelünk és ápolunk. Úgyhogy ennek a turnénak az állomásairól folyamatosan értesülhetnek majd a filharmonia.hu oldalon, de azt elmondhatom, hogy ebben a hónapban, a közeli napokban, közeljövőben Kaposváron és Szegeden lesz majd Misinek koncertje, és már két városban megvalósult, ahol a kígyózó sorok mutatták, hogy milyen új perspektíva lehet abban, hogy egy 16 éves fiatal művész játszik a nagy közönségnek, megszólítva ebből a kortársait is reméljük, akik azt látják, hogy az egyik nap ugyanúgy ül az iskolapadban és tanulja a matematikát, a biológiát, a földrajzot, mint ahogy én is. És hogy lehet ez, hogy nem a különféle könnyű zenei együttesek után érdeklődik, hanem Mozart, Liszt, Debussy, Chopin vagy más szerzők a kedvence, és ezt szeretné nekünk megmutatni is. Úgyhogy azt remélem, hogy itt a
filozófiánk összetalálkozik Misivel, a virtuózokkal, és még újabb zeneszerető közönséget nyerhetünk ezáltal a turné által is.